Egymást érik a kamionok Nyíregyházán az ipari területek közelében. A vármegye székhely óriás beruházásai felélénkítették a kereskedelmet, ez a folyamat pedig várhatóan csak erősödni fog a következő években. Miután a személy és áru fuvarozásban jelentős munkaerő hiány van, a kormányzat ingyenes sofőrképzési lehetőséget teremtett. Korábbi években is indultak ilyen tartalmú programok, okulva a korábbi tapasztalatokból most egy új programot írtunk ki, aminek ugye az a lényege, hogyha valaki regisztrált álláskereső, vagy inaktív, vagy adott esetben munkahelyet szeretne váltani, módosítani, akkor lehetősége van arra, hogy ebben a tanfolyamon részt vegyen. Ugye ez tulajdonképpen kvázi ingyenes, azért mondom, hogy kvázi ingyenes, mert egyébként egy valamelyes önerőt regisztrált álláskeresőségben 30% önerőt kell állnia a résztvevőnek. Azonban, hogyha a végzést követően egy évig ebben a szakmában dolgozik, akkor ez tulajdonképpen utána ingyenessé válik. A kormány célja tehát, hogy valóban javuljanak a szektor foglalkoztatási adatai, és ne csak egy papír megszerzéséért végezzék el a tanfolyamot a jelentkezők, akikből, mint azt az államtitkár elmondta, szép számban akad. Néhány nap alatt több mint 8000-en jelezték igényüket a tanfolyamok iránt. Ugye úgy hirdettük meg, hogy részben a munkavállalóknak, részben pedig a munkáltatóknak is, ugye azok, akik jelenleg sofőrhiánnyal küzdenek, hogy tudjanak ebben a programon részt venni. Ugye ezt a múlt héten indítottuk ezt a programot, és azt tudom mondani, hogy itt a tegnap esti adatok alapján több mint 8000-en jelentkeztek erre az 1000 főre, illetve munkáltatók is közel 100-an jelentkeztek, úgyhogy nagy valószínűséggel néhány napon belül le fogjuk állítani a jelentkezés lehetőségét, hiszen ugye ebből a nagyságrendből biztosan meg fogjuk találni azt az 1000 embert, akit jelen pillanatban keresünk. A sofőr hiány egyéb iránt nem csak itthon, hanem Európa más részein is súlyos problémát jelent. Becslések szerint összességében 400 000 hiányoznak a közutakról. Szakemberek szerint, ha nem lesz változás, az ágazatban 2028-ra 750 000 állás maradhat betöltetlen. Az ingyenes sofőrképző lehetőségre hivatalosan március végéig lehet pályázni.